A folytatásban pedig arról, hogy minden évben novemberben tartják a Black Friday-t, amikor jelentősebb akciókkal várják a kiskereskedelmi üzletek a vásárlókat. A fekete péntek már nem csak egy napig tart. Idén a mögöttünk álló hétvégére esett. Mutatunk most erről egy rövid összefoglalót, majd pedig Madar Norbertet, a GKI digitál üzletek vezetőjét kérdezzük. Manapság mobillal a kézben nézelődnek az emberek. Már készülődnek a karácsonyra, legalábbis ezt tapasztalja az áruházigazgatója, aki szerint az árak transzparensek és összehasonlíthatóak. Bárki egy telefonon keresztül azonnal meg kell, hogy nézze azt, hogy ez az árpont, ez egy jó árpont, és gyakorlatilag az az akciós ár, amit kap vagy lát, az a piacon ez egy jó akciós árnak tűnik, vagy sem. Viszont nem minden akció, ami annak látszik. Előfordultak már trükközések az árakkal. Idehaza is megtörtént, hogy megdrágítottak egy terméket a Black Friday előtt, majd leértékelésként kommunikálták azt, amikor az ár visszakerült az eredeti sávjába. Egyebek mellett ezt a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot is megpróbálja kiszűrni a fogyasztóvédelmi hatóság. A túlfogyasztás nem menő, ne legyél fogyasztói zombi. Erre hívta fel a figyelmet a Zöld Front ifjúsági mozgalom, amelynek aktivistái figyelmeztető feliratokat helyeztek el egy elektronikai üzlet kirakatára. A táblák nem maradtak sokáig a kirakaton, az üzlet munkatársai azonnal leszették őket. Az akció azonban összetűzés nélkül ért véget. Madar Norberttel beszélgetünk a témáról a következő percekben. Jó reggelt kívánok, a GKI Digitál üzletág vezetője. Jó reggelt. Ilyen módon eléggé tájékozott a témában. Az, hogy átlagosan 17%-os kedvezményre számíthatunk az idei Black Friday kapcsán, ez jónak számít, vagy rossznak egyáltalán, milyen módon jön ki ez az adat? Az akcióba bevonni készülő termékekre adható kedvezményeket átlagoltuk, mégpedig a kereskedőket megkérdezve egy nagy mintás kutatás segítségével jött ki ez a szám. Hogy jónak mondható-e, az nézőpont kérdése. Nyilván a kereskedő szemszögéből minden kedvezmény valamilyen szinten az árést csökkenti. De a korábbi évekhez képest, amikor 40-50-60%-okat is el tudtak érni az átlagos kedvezmények, ahhoz képest valóban nem annyira figyelemre méltó. Mi lehet ennek az oka? Szállítási nehézségek, a távol-keleti gyártói kapacitások? Elsősorban az ezekből következő áremelkedés, ami sújtotta a kereskedelmet gyakorlatilag az elmúlt egész évben. 30-40%-kal drágultak a műszaki cikkek, szórakoztató elektronikai termékek, és ebből a 30-40%-os... Amit a beszerzési ár ezeknek, vagy nem, itt van a fogyasztói árak drágultak, a tavaly karácsonyi időszakhoz képest. Könnyebb nagy kedvezményt is adni, nem elvileg? Igen, a drágultak természetesen emellett a beszerzési árak is, amik meg inkább ugyan is fogalmazott a gyártási nehézségek, a kapacitás hiányok, illetve most arra már az alapanyag hiányok miatt is megtörténtek. Apropó, a kedvezmény az mihez képest érvényes? Tehát korábban voltak elég jelentős visszaélések ebből, hogy valaki fölvitte az árat 20-30%, aztán 10-zel csökkentette, és csak ezt hirdette meg. Igen, ez annak a jele, hogy Magyarországon azért nincs nagy hagyománya még a fekete pénteknek, 4-5 éve zajlik ez mindössze, és az elmúlt években előfordultak visszaélések, azonban most arra már a fogyasztóvédelmi hatóság, a versenyhatóság eléggé ráállt ezeknek a figyelésére, és megköveteli azt, hogy legalább egy hónapon keresztül ezek az árak bizonyíthatóan magasabbak legyenek, amiből aztán később érvényes lesz az akár 17%-os kedvezmény. Tehát a novemberben érvényes kedvezmények, azok minimum az októberi árakhoz képest kell, igen, hogy bizonyítva. Pedig egy újonnan bevezetésre kerülő termékről van, szóval akkor 15 nap ez az elvárt minimum. Itt már üzletesen beszélgettünk, és meglepő módon egy olyan adatra bukkantunk, vagy olyan tendenciára, ami Magyarországot valahol talán a magyar vásárlói kultúrát, vagy gyakorlatot előrébb helyezi talán nemzetközi rangsorban, mint gondolnánk, hogy megfontoltabbak vagyunk, vagy korrektebben csinálják az akciókat a cégek, vagy hogy is fogalmazott? A kereskedelmi kultúra talán egy kicsit korrektebben áll hozzá az akciók kérdéséhez. Amerikában az előttünk álló péntekre fog esni ez a Black Friday, és ez hagyományosan ténylegesen egynapos őrületről szól gyakorlatilag. Ez a 26-a. Magyarországon most már harmadik éve, ahogy a közleményünk is fogalmaz, egész novemberben Black Friday van, tehát az akciók nem egy napig tartanak, nem egy napon át vannak, és azért a vásárlók is talán kevésbé érzik ezt a fajta őrületet, ezt a kihagyhatatlanságot, ami esetleg azt eredményezheti, hogy egymást taposva kelljen vásárolni. Egyébként nem is értem, hogy Amerikában évtizedes, évszázados hagyománya van a fogyasztói kultúra, és hát a árverseny, és minden már ezer éve érvényesül, vagy évtizedek óta érvényesül, hogy ott miért tiporják egymást halálra az emberek, nem is értem. De itthon valóban ez, mintha elhúzódó folyamat lenne, és ez a cégeknek is jobb, talán gondolom, meg a vásárlónak is. Ha az online vásárlásra gondolunk, akkor mindenképpen jó nem csak a cégeknek, hanem a logisztikai szolgáltatóknak is, hiszen egy egynapos rendelés tömege
terméket kiszállítani, lekezelni sokkal nehezebb, mint egy hónapra vagy hetekre elosztott mennyiséget szépen aprójában nap, mint nap kiszállítani. Egyébként ez mire jellemzőbb inkább, vagy a nagyobb mennyiség az a webáruházokon keresztül megy, vagy pedig a konkrét fizikai üzletekben, ahol? Amerikában a Black Friday inkább egy hagyományos bolti környezetre érvényes akciós hozat, Magyarországon pedig kifejezetten ez egy online, tehát webes értékesítésre vetített dolog, amire aztán később elkezdtek most már a plázák, a boltok is rácsatlakozni, de igazán ennek kultúrája, ha beszélhetünk egyáltalán ilyenről, akkor az az online. Lehetnek illúzióink, vagy ne legyenek illúzióink a tekintetben, hogy ilyenkor nem feltétlenül a legfejlettebb, legkorszebb, legdívatosabb termékeket adják kedvezményesen a cégek, hanem bizonyos stock áruk, ami beszorultak, most kerülnek ilyenkor kiszórásra. Így van, a beszorult árukészletnek a kisöprése az a szezon elsődleges célja, másik pedig a felhalmozott évközben nagyon sok kereskedő tudatosan készül erre az időszakra, és olyan készleteket halmoz fel, amiket erre a pár hetes hónapos időszakra készít elő, és raktároz fel, akár még egy nyári beszerzési áron, hogy aztán ősszel ilyenkor novemberben egy jobb akcióval 17%-ot meghaladó kedvezményt tudjon adni. Ez fura ellentmondásos helyzet, mert elvileg a kereskednek az lenne jobb, hogyha év folyamán folyamatosan terítve, elhúzódó módon értékesítene. Ez az ünnepek közelette miatt van, hogy eleve nagyobb a vásárló hajlandóság, vagy miért? Az online vásárlás meg minden kereskedelem az nyilván arra épül, hogy a fogyasztó az visszajöjjön hozzánk. És a karácsonyi időszak és a Black Friday egy nagyon jó ügyfélszerző időszak. Tehát ilyenkor feláldozzuk kvázi az évközbeni kereseti lehetőséget annak az oltárán, hogy később ez a vásárló lekötődjön hozzánk és nálunk költse a jövő évben a kiadásainak a nagy része. Hát nem is feltétlenül most realizáljuk azt, hanem majd a további. Ez nagyon fontos, hogy a Black Friday nem a nyerességről szól, nem arról szól, hogy profittal jöjjön ki a kereskedő, hanem arról, hogy abban a zajban, amiben ebben az időszakban ugye mindenki kell, hogy versenyezzen, ő jöjjön ki a legjobban, és nála legyen a legtöbb vásárló. Madam Norbert, köszönöm szépen, hogy rávilágított erre a sajátos szempontra és a vásárlásra, a Black Friday akciókkal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk volt.